Na hát, hello! Ez egy negyedik, ötödik nekirugaszkodás, de talán most a technika is úgy akarja, hogy be tud lépni az én hívásomra, ha már úgy értesített mindenkit, hogy nálam fogja megtalálni a... Ja. És igen, és itt van mindenki, sikerült. Ez nagyon jó. Hát akkor a rendes kerékvágásban fog zajlani a mai este, és az előző négyhez hasonlóan. Viszont egy kicsit rendhagyóan fog kezdődni, nem csak amiatt, mert nem amiatt, mert ez az utolsó, hanem amiatt, ami most per pillanat körülöttünk zajlik a világban. Úgyhogy mivel ez a Noéminek volt az ötlete, elsősorban ezért szeretném, hogyha felvezetnéd ezt a kis dolgot, amit mindjárt megcsinálunk együtt. Hát ugye múlt héten nagyba beharangoztuk ezt a párkapcsolat témát, és hát erre közben mi történik, itt sajnos kitört a háború körülöttünk, és nagyon érdekes ez az egész, és majd mindjárt beszélünk is róla, hogy miért, mert hogy arra gondolunk, hogy manapság ilyennek már nem szabadna történni ebbe a modern világban, ahol azért... Azt gondolná az ember, hogy tudunk megfelelően kommunikálni egymással, és nincs szükség ilyen eszközökre. Úgyhogy én azt látom egyébként a környezetemben is, de így globális szinten is, hogy azért megvan az ellenpólusa is ennek a dolognak most, tehát nagyon sok ember segít, és ilyen-olyan formában most segít azoknak az embereknek, akiknek szüksége van rá. És például ennek a segítségnek nem kell feltétlenül nagyon nagy dolognak lennie, már az is elég, hogyha gondolunk azokra, akik most érintettek, és akiknek most nehéz, és én ennek kapcsán találtam ki azt, hogy mi így kettecskén itt az időbe gyújtsunk meg egy gyertyát most azokért, akiknek nehéz a helyzete. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogyha most nektek is esetleg van így a kezeteknél gyertya, vagy teamécses, vagy bármi, akkor ezt most gyújtsuk meg együtt. Jó, úgyhogy ez most itt szépen majd leég mellettünk, és most ez a láng, ez szóljon azokért, akik nehéz helyzetben vannak, szóljon azokért, akik esetleg már a harcban elvesztették az életüket, vagy azokért, akik valakit elvesztettek, akit szerettek. Úgyhogy ha sokan pozitívan állunk hozzá, és ezt most úgy értem, hogy együttérzőek vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy annak van egy energiája, és az a kollektív tudatban, vagy éppenséggel a kollektív tudattalamban az meg fog jelenni. Úgyhogy próbáljunk minél inkább együttérzőek lenni, és ne pánikoljunk, hanem inkább ezeket a pozitív rezgéseket próbáljuk meg most küldeni azok felé, akiknek szükségük van rá. Nem tudom, hogy miért. Igen, egy kicsit. Amúgy közben egy nálam sincsen most így nagyon internet, úgyhogy a wifi az teljesen meghalt, én is átváltottam most mobilnetre, úgyhogy az is ki tudja, hogy mennyire lesz stabil. Valami itt is van nyilván a levegőben, itt az energiák szintjén. Lehet, igen, én ugrálok, én látom az előbb is, hogy valamit így kikapcsol a képernyőm. Hát remélem, hogy nem fog ez így 60 percen keresztül folyni. Kapcsolódni akartam ahhoz a mondathoz, vagy ahhoz a mondani valóhoz, amit most mondtam, mert én nemrég értem haza, és egyébként Budapesten a belváros szinte teljesen totál tele van olyan emberekkel, akik óriási bőröndökkel, karjukon, kisgyerekkel, meg nem tudom, a zsebükben a kutyájukkal áldogálnak az utcán egyébként, vagy így éppen várnak egy buszra, ami nem tudja, hogy hova fogja őket elvinni, mert lehet, hogy nem is voltak még soha Magyarországon. Szóval ez szerintem ez egy nagyon szívszorító dolog, nagyon, nagyon elszomorító, nagyon tragikus. Az viszont nagyon, nagyon jó érzés azt látni, hogy tényleg nagyon sok blog, nagyon sok híres ember, vagy nem tudom, közszereplők, akik így
felvállalják ezeket a pozitív tettüket, rengetegen segítenek, de nem csak azok, akiket mindenki ismer, hanem civil emberek, akiknek lehet, hogy nincsen sokkal többjük, mint azoknak, akik idejöttek, de mindenki megosztja most, amilyen van. És szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon szép gesztus, és valahogy azt érzem, hogy annak ellenére, hogy ezért szerintem rengeteget bántják egymást az emberek nap mint nap, sokszor tudattalanul is. Annak ellenére most van egy olyan összefogás, ami tényleg ilyen már-már megható, vagy így könnyeket csal a szemembe is, amikor azt látom, hogy mondjuk a nyugati pályaudvaron milyen sokan vannak, akik tényleg ruhákat, ételt, tisztítószereket, tisztálkodási eszközöket, mindent visznek ezeknek az idegen embereknek. Sokunk be is fogad vadidegen embereket, és szerintem ez egy ilyen nagyon, nagyon hihetetlen állapot, és talán ilyenkor nem is tudatosul ez mindenkiben, hogy mit csinál, csak így cselekszik azt szerint, nem tudom, egy lelke, hogy vezeti, vagy nem is tudom, hogy te ezt így hogy fogalmaznád meg, de így az ösztönök, meg a szeretet szerintem, ami megpróbálja ilyenkor az embert cselekedetekre biztatni. Úgyhogy tényleg nagyon nagyon-nagyon-nagyon együtt kell most éreznünk sokakkal, úgyhogy nem tök jó ötlet volt ez a mécses gyújtás. Figyelj, én azt látom egyébként, hogy ha megnézed a világban, lát, hogy történnek rossz dolgok, viszont pontosan ez, amit mondasz, hogy mindig mindennek ott van az ellenpólusa is, így van egyensúly. Tehát, hogyha valami rossz dolog történik, akkor egyértelmű, hogy ott a másik oldalon kell, hogy valami jó is történjen. És úgy gondolom, hogy most az, hogy megmutatkozott, hogy egyébként mennyire sokan vannak, akik már ilyen magasabb tudatszinteken működnek, az tényleg nagyon megható és nagyon szép, és ez nekem is nagyon szimpatikus. De ugyanakkor meg látod, hogy így kollektív szinten, ahhoz, hogy egy ilyen háború ki tudjon törni manapság, ahhoz meg az a baj, hogy úgy unblock az emberiségnek a tudatszintje eléggé alacsonyan kell, hogy legyen. És ugye itt jön az egyéni felelősség, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most megfogjuk egymás kezét, és akkor emelkedjünk, hanem az egyéni felelősség, és ilyen szitukban nagyon, nagyon előtérbe kerül az, hogy mennyit dolgoztunk az egyéni stresszeinkkel, hogy mennyire dolgozunk azon nap, mint nap, hogy a saját egyéni tudatszintünket emeljük. És ezekben a szituációkban válik valósággá az a munka, amit ugye magunkba fektetünk nap, mint nap. Hogy az is például, hogy reagál rá valaki, hogy pánikolsz, vagy nyugodt tudsz maradni, az is ennek a megmutatkozása, hogy te éppen most milyen szinten vagy. Igen, de szerintem a legtöbb ember akkor is pánikol, vagy van egy időszak, amíg pánikol, amíg nem kapcsol át abból, hogy jó, de most lehet nem pánikolnom kéne, hanem megnyugtatni magam, és cselekednem, vagy legalább a mikrokörnyezetemben olyan biztonságérzetben tartani magam, ami nem tesz ki teljesen ebből a hétköznapi balanszból, amiben egyébként is tök nehéz sokszor megtartani az embernek magát, nem csupán csak egy ilyen háborús időszakban, mert szerintem az utánunk, nem tudok, nem találom a szavakat ma este, a hátunk mögött lévő COVID is egyébként szerintem egy nagyon nehéz, ismeretlen helyzet volt, és szerintem akkor is nagyon sok ember először elkezdett pánikolni, sőt, szerintem még valaki mindig pánikol a COVID miatt, és csak aztán jöttek azok a lépések, hogy jó, akkor ez egy olyan dolog, ami lehet, hogy nem tart örökké, vagy nem biztos, hogy mindenki ebbe fog most belehalni, de ehhez képest, a COVID-hoz képest szerintem ez, ami most van, ez nagyon-nagyon sokkal durvább, meg így globálisan beláthatatlan következményei lesznek szerintem, meg már így vannak is, és pont ezt mondtam neked ma, hogy nekem az a legszívszorítóbb dolog, amikor olyan riportokat látok, hogy metró aluljáróban ilyen pár nappal ezelőtt megszületett csecsemőket ringat az édesanyjuk, és hogy szerintem ez annyira annyira borzasztó, tehát hogy ezt így el se tudja képzelni az ember anyaként sem, hogy milyen lehet
így életet adni egy másik embernek, meg annak a gyereknek milyen élete lesz, hogy milyen traumával indul az életben, hogy nem az anyai ölelés, meg a otthon melege várja, hanem egy ilyen puskaporos levegő. És szerintem itt lehet, hogy tudsz valamilyen gondolattal kapcsolódni ahhoz, hogy aki indul az életben, annak lehet, hogy kicsit nehezebb lesz a későbbiekben, vagy éppen így megedződik ettől. Hát látod, ez egy jó kérdés egyébként. Itt abszolút, ami előtérbe került, tehát ugye az újszülötteknél, meg a csecsemőknél, hogy a szülők hogy állnak ehhez. Tehát, hogyha mondjuk ott a szülők nagyon toppon vannak, és nem pánikolnak, hanem azt mondják, hogy már pedig itt akkor most megoldjuk, ami jön, szembenézünk vele, és erősek leszünk, és megoldjuk, akkor a gyereknek is ez lesz az alapprogramja. Ha a szülőkben ott munkálkodnak a saját fel nem oldott konfliktusai, vagy most gondolj abba bele, hogy akár ugye transzgenerációsan már ott vannak az előző háborúknak, harcoknak a lenyomatai valakiben sejt szinten, na hát akkor nagyon nehéz higgadtnak maradni ebben a szituációban, nagyon nehéz azt közvetíteni akár ugye a kis csecsemő felé is, hogy akkor itt most semmi para, minden oké, és megoldjuk. Tehát itt abszolút az, amit az előbb is mondtam, az nagyon, nagyon megmutatkozik, főleg itt a gyerekeknél meg szinte egyenlőség jelet lehet tenni a közé, hogy a szülő hogyan viszonyul hozzá, hogyan éli meg, mert valószínűleg ugyanaz lesz a gyermeknek is a megélése, és felnőtt korában is ugye nem a saját megéléseire fog sejtszinten emlékezni, hanem ugye a szülőkére, vagy akik úgy körbeveszik, de főleg ugye elsősorban az édesanyja, ugye aki itt figyelt a korábbi bejelentkezéseinkben a belső gyermeknél, ugye beszéltünk is egy picit erről, hogy azért a gyermeknek a pszichológiai születése az később történik meg, tehát itt a szimbiózis időszakában nagyon fontos az, hogy tényleg a szülők hogyan viszonyulnak ehhez. Viszont amit te is mondtál, hogy ugye, hogy így látsz ilyen különböző riportokat, meg sajtóanyagokat, és ugye itt ez neked is most egy szakmai kérdés részemről feléd, hogy igazából itt, ami nagyon érdekes az, hogy amíg ugye COVID volt, addig minden nap ezt hallgattuk, majd aztán most, hogy jött egy nagyobb hírértékkel rendelkező esemény, most ez van, és gyakorlatilag el is felejtettük azt, hogy itt COVID van. És hogy te amúgy mit gondolsz erről, hogy egyébként így a médiának a felelőssége az hogyan alakul ezeknél az eseményeknél, illetve hogy így az egyszerű ember az hogyan tudja kiszűrni azt, hogy most akkor... hogy mi az, ami úgymond információ, és lenyugtázom, meg mi az, ami már egy kicsit mondjuk a túlzás, meg ez a sikerhajhászás mondjuk egy-egy riportnál. Hogy ezzel kapcsolatban te mit tudnál javasolni így a hétköznapok emberének? Hát szerintem itt most tipikusan az a dolog látható, mint amit gyakran az emberi szervezetben is lehet tapasztalni, hogyha valamit fáj, és nem tudom, ér egy olyan behatás, ami nagyobb fájdalmat okoz, akkor az, ami 5 perc ezelőtt fájt, az már nem fog fájni, azt már nem érzed. Mert ugye egy nagyobb fájdalom ezt elnyomja. És szerintem most, ha a háborúval együtt paralel, nem tudom, naponta meghalna 400 ember koronavírusban, lehet, hogy gyakorlatilag észre se venné senki, és nem születnének belőle riportok, meg újságcikkek, mert a fókusz az most teljesen ezen az ukrán-orosz konfliktuson van, meg nyilván itthon azon, hogy mi, akik befogadjuk ezeket az embereket, akik most az otthonukból el kell, hogy meneküljenek, mi hogyan kommunikálunk velük, hogyan állunk hozzájuk, ők hogyan nyúlnak hozzánk, és mi hogyan tudunk nekik segíteni. Tehát, hogy most én azt látom, hogy nyilván minden online orgánumnak van egy ilyen küldetéstudat érzése, hogy minél nagyobb kattintásokat kell csinálni, vagy minél nagyobb látogatói számot. Viszont úgy gondolom, hogy ez most egy annyira érzékeny téma, meg ehhez mindenki annyira ilyen
ilyen, nem tudom, egy-két lépés távolságból áll, és tényleg mindenki egy kicsit így meg van tőle illetődve, hogy itt szerintem nem feltétlenül arra megy ki a játék, hogy mindenki ezt a riportot vagy azt a cikket olvassa el ezzel a témával kapcsolatban, hanem hogy egyszerűen csak foglalkozunk a témával, és próbáljuk megmutatni, hogy mi történik, mert szerintem nagyon sokan nem tudják el sem képzelni, hogy mi történik, mert biztos, hogy Magyarországon vannak olyan részei, ahol még nem érkeztek el ezek az emberek, tehát hogy még nem jutottak el a Ukrajnából XY településre, viszont Budapest az biztos, hogy most egy nagyon érintett pont. És itt nagyon-nagyon sokan vannak, és az újságíró csapat, meg azok a lapok, akik aktívan dolgoznak Budapesten, ők szerintem nagyon, nagyon tényszerűen próbálják ezt most megmutatni azoknak az embereknek, akik ebből testközelből nem tudnak kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ez most éppen egy olyan téma, ami miatt nem kell aggódni, hogy valaki nagyon durván így valótlant állítana, mert ha kimész a nyugati pályaudvarra, akkor akármilyen újságtól érkeztél, mindannyian ugyanazt fogjátok látni. És szerintem nem lehet ehhez olyan túl sokféleképpen hozzáállni most. Szóval mindenki szerintem tájékozódjon meg, olvasson erről, amennyit így be tud fogadni, mert egyébként annak ellenére, hogy nekem ez a mindennapjaimnak a része, hogy gyártom is, meg fogyasztom is a tartalmakat, nálam is van egy pont, amikor azt érzem, hogy nem tudok többet befogadni ebből, meg nem tudok többet elolvasni ebből. Úgyhogy szerintem az fontos, hogy az ember up-to-date legyen, hogy tudja, hogy mi történik körülötte, mert az, hogy homokba dobjuk a fejünket, az soha nem, semmilyen szituációban nem egy jó megoldás. Viszont egy bizonyos pontig érdemes követni azokat az oldalakat is, akik például megosztják azt, hogy mivel lehet segíteni, hol lehet segíteni, hol vannak a gyűjtőpontok. Most már tudom, hogy vidéken is van több, ahol befogadnak adományok, lehet segíteni, és szerintem itt most az tényleg a segítésen van a hangsúly. Tehát most mindenki segíteni akar, és szerintem ez egy nagyon jó összekapcsolódás, amiatt is, hogyha nyilván mi ilyen helyzetben, bár nagyon-nagyon remélem, hogy nem fogunk, akkor talán így a karma úgy forgatná vissza ezeket a dolgokat, hogy nekünk is segítene valaki, ahova, vagy azok az emberek, ahova el kellene menekülnünk egy ilyen konfliktus elől. Így látom, hogy abszolút reálisan van ez most mutatva a médiában. Nyilván a külföldi oldalakat is érdemes néha megnézni, hogy mit írnak akár rólunk Magyarországról, vagy egyes külföldi portálok hogyan látják ezt az ő szemszögükből. Nagyon, nagyon megrázó tartalmak vannak ugye nyilván az ukrajnai oldalról, de igaziból ez olyan szituáció alakult most ki, amire nyilván nem lehetett azt mondani, hogy egyáltalán nem számított senki, mert benne volt ez így a levegőben már régóta, de tényleg egyik napról a másik nap olyan dolgok tudnak történni, amire nem biztos, hogy fel van készülve nagyon sok ember. Úgyhogy szerintem az is nagyon jó ezeket követni, mert tényleg így látjuk azt, hogy ahogy ott megtörtént, lehet, hogy itt is megtud, vagy akárhol máshol is meg tud történni, szóval hálásnak kell lenni azért, hogy most mi nyugiban, meg békében itthon tudunk egy Instagramon élőben beszélgetni, mert vannak emberek, akiknek ez most egy elképzelhetetlen dolog egyébként. Most így megnyugodtam, mert egyébként nagyjából én is így állok ehhez, ahogy te elmondtad, tehát mi is így a legelején például a BBC-n követtük így az eseményeket, aztán utána igazából tényleg így a tájékozódás szintjén próbáltuk figyelni így a különböző sajtóhíreket, de hogy nyilván azért azt is hozzá kell tenni, hogy például nagyon sok ilyen érdekes, ilyen megbabrált videóban mondjuk TikTokon, és mondjuk például a fiatalok sokszor nem biztos, hogy tudják, hogy ez most egy ilyen valós felvétel, vagy csak valaki így akar nézettséget szerezni, de hogy például abszolút én is ezt látom, hogy például nagyon jó, hogyha valaki így a külföldi sajtót
tudja nézni, mert ez is tényleg egy ilyen másabb nézőpont, meg nyilván azért hát ez elég komoly erőt fektetnek abban mondjuk egy BBC-nél, hogy tényleg azt tudósítsák, ami történik. Igen, persze, hát egy TikTok felhasználó az nem tekinthető olyan szintű hiteles tartalomgyártónak, mint egy-egy olyan lapnak a szerkesztője, vagy újságírója, vagy riportere, akinek nyilván az anyagai még utána 3-4 emberen keresztül mennek, és akkor ott le van okézva minden, hogy milyen formában láthatna a világot, meg mehet ki a felhasználókhoz. Úgyhogy TikTokról nem érdemes szerintem túlságosan tájékozódni, vagy ha valaki erről meg akar tudni egy kicsit többet, akkor tényleg inkább a BBC-nek az oldalát nézze meg, vagy csak esténként nézzem meg egy hazai portálnak egy olyan összefoglalóját, amiben viszonylag részletesen és relevánsan be van mutatva a per pillanati helyzet. Igen, ez is amúgy nagyon fontos, tehát például az olyan cikkek, ahol van egy kb. Ennyi oda lökve, tehát az is azért gyanús, hogy az nem feltétlenül az a cikk, ahonnan tájékozódnunk kell, mert valószínűleg csak részinformációkat kapunk, de ez így szerintem tök hasznos, amit most mondtál így tájékozódás szempontjából. Hát igen, meg azt több mentálhigiénész szakembereknek, pszichológusoknak az oldalán is, akár Instagramon itt is lehet látni, vagy akár Facebook írásokban, cikkekben, hogy amellett, hogy az ember ezt így követi, meg tényleg érzi a súlyát, és nem csak úgy van vele, hogy jó, hát majd véget ér, és megyünk tovább, mert nyilván véget ér, és érjen véget, de nem tudunk csak úgy tovább menni. Tehát, hogy ennek nyilván hatásai lesznek, meg már per pillanat is vannak. És erről nagyon sokan, talán az orvostól, aminek volt egy olyan posztja, amivel így visszacsatlakoznék egy kicsit ahhoz a gondolatodhoz, hogy nagyon sokat számít, hogy most a szülők hogy állnak hozzá a jelenlegi helyzethez, hogy le voltak fényképezve pólyás babák, és akkor kifejtette a Noémi, hogy gyakorlatilag most olyan, mintha azokat az ükanyáinkat látnánk újra, akik egy második világháborúban születtek meg, vagy túléltek gyerekként egy koncentrációs tábort, mert ugye a már emlegetett kollektív tudatban, vagy tudattalanban most ugyanazok a dolgok történnek meg. És igazából itt talán értelme, nem is azt mondom, hogy értelmet nyer, de hogy így vissza tudunk csatlakozni talán a legelső beszélgetésünkhöz is, mert valószínűleg, hogy azoknak az embereknek, akik így nőnek fel, meg azt kell feldolgozniuk majd, hogy a szüleikkel együtt elmenekültek egy másik idegen országba, hát ott is biztos lesznek majd olyan pontok, amit egy kineziológiai oldás során valószínűleg elő kell majd szedni. Szóval ebből a szempontból nem tudunk akkorát fejlődni, így nem tudom, globálisan, hogy azt mondjuk, hogy hát nincs már szükség ilyen módszerekre, vagy nincs már szükség kineziológusokra, mert mindenki annyira tudatos. És hiába a tudatos XY, vagy egy társaságból 10 emberből 8, ha még mindig van olyan, aki nem foglalkozik ezzel kellőképpen, vagy éri egy ilyen trauma tényleg a akaratán kívül, mert most azok a gyerekek, akik ebbe beleszületnek, hát ők így szegények nem tudnak az egészről semmit. Ők csak az elszenvedői ennek a helyzetnek, és szerintem ebben ez a legszörnyűbb, hogy nem, nincs egy döntés arról, hogy hogyan akarok élni, vagy milyen utat választok magamnak, hanem bekerülök egy szituációba, és ott azzal valamit kezdeni kell. Persze. Hát igen, ezért is mondom, hogy abszolút az egyéni felelősség az, ami most szerintem előtérbe kerül, meg amivel így érdemes foglalkozni, tehát hogy azért nem tudom, hogy azt látod, de pont szerintem a múlt héten, vagy a héten, nem is tudom, mert mikor, szerintem a múlt héten raktam ki a Dr. Hawkins tudattérképét, és igazából amit érdemes ezen megnézni, hogyha valaki rákeres erről tudattérkép, hogy ugye itt most arról beszélünk, hogy legyen béke. És hogy közben meg ott tartunk, hogy mondjuk a béke az a tudattérképnek a legfelsőbb szintjein található, tehát az egy nagyon magas szintű tudatosságot jelent. Ehhez képest meg mondjuk, ahol most vagyunk,
az mondjuk a félelem, a bánat, a bűntudat, ami meg a legalsóbb szinteken működik. Tehát, hogy érted, hogy most akkor globálisan egy olyan nagyot kellene ugrani, amit igazából nem lehet, csak úgy, hogyha mindenki saját magán belül oldja például a stresszeit. Tehát, hogy akinél például most ilyen nagyon pánikszerű hangulat lesz úrra, na, az szinte biztos, hogy ott valami transzgenerációs stressz bekapcsolt, vagy csak szimplán, ugye valamilyen, akár ilyen, tudod, ilyen kötődési probléma, tehát az elszakadásnak, a veszteségnek a konfliktusa bekapcsol. Tehát, hogy például, aki most ilyen pánikszerűen éli a napjait, annak például nagyon érdemes elgondolkozni azon, hogy dolgozzon ezen, mert nem véletlen, hogy én például teljesen nyugodt vagyok, pedig lenne okom arra, hogy parázzak, a másik ember meg már érted, rohan az automatához, és te meg nem tudsz kivenni pénzt, mert már nincs benne. És hogy így, tehát hogy ez egy nagyon... Nagyon sokat elárul arról, hogy egyébként hol tartunk így globális szinten, mert bár azt gondoljuk, hogy nagyon fejlődünk, meg nagyon modernek vagyunk, meg már most nagyon tudatosak vagyunk, ugye mindenre szeretjük ezt a szót, de hogy nem, mert hogy látod, hogy alapvetően, amikor történik egy ilyen szituáció, mi fog bekapcsolni? Hát persze, hogy a stressz, az ösztönösség, üs vagy fuss, támadj, vagy menekülj el, vagy fagy le. Tehát, hogy hiába mondjuk azt, hogy most akkor tudatos vagyok, meg minden, hogyha amúgy meg a korábbi stresszeimmel nem vagyok képbe, meg nem dolgozok azon napi szinten, hogy emeljem a saját tudatszintemet, hogy a saját rezgés szintemet tartósan, magasan tartsam, akkor igazából elvesztünk ebbe a helyzetbe, és akkor ott van, hogy jönnek az ideg összeomlások szépen, mert ez azért egy elég kemény szitu most. Igen, egyébként te ezt mindig elrontom, hogy vendégeid vannak, vagy pacienseid vannak, vagy klienseid vannak, akik járnak hozzád, de hogy akik járnak hozzád oldásra, ők mondanak neked valamit, vagy van olyan, aki már azért érkezik most, mert nem tudja feldolgozni ezeket a dolgokat, amik most körülvesznek bennünket? Egyelőre még nincsen, de szinte biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen majd, sőt, ha nem is konkrétan ezzel, de közvetve biztos, hogy elő fog kerülni. Ez meg alapvetően, tehát az alapstresszeinket is nagyon könnyen bekapcsolja egy ilyen esemény. Tehát lehet, hogy neked teljesen más jellegű stresszeid vannak, lehet, hogy éppen egy párkapcsolati problémád van, és lehet, hogy az most ennek hatására fog kicsúcsosodni, és ennek hatására fognak mondjuk teljesen kiéleződni az eddig csak úgy ott elbújó kis problémák. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy ezt mondod, mert én egyébként azt érzem magamon, hogy nincs rajtam ez az eluralkodott pánik, vagy az, hogy így teljesen elveszítsem a kontrollt, viszont nagyon nagyon elszomorodom, meg nagyon, nagyon azt érzem, hogy tényleg egy olyan szituációban vagyok benne, vagy vagyunk benne, mint amikor nézünk egy filmet, vagy mamáik meséltek valamit, és próbáltad elképzelni, és egyszerűen így, nekem ezt még így úgy érzem, hogy ilyen feldolgozásban van, hogy igen, most van egy ilyen szituáció, és tényleg most csak annyit tudok ebben tenni, hogy segítek nekik, meg magamat próbálom úgy balanszban tartani, hogy ne uralkodjon el rajtam az a fajta pánik, ami egyébként rám akkor is hajlamos, ha meglátok egy háromlábú kutyát, vagy megtudom, hogy valahol van egy árva gyerek, én azt is megsiratom, tehát én egyébként nagyon érzékeny vagyok ezekre a szociális dolgokra. Szóval igen, nagyon figyelni kell arra, hogy ne lendüljek túl egy bizonyos ponton, viszont az az érdekes, hogy van egy olyan érzésem, hogy minden, ami stresszt válthat ki, az most sokkal, sokkal inkább kiváltja. Tehát lehet, hogy van egy szituáció, ami soha nem váltana ki nálam stresszt, csak akkor, ha már így nem tudom, sokszor megtörténik, vagy nagyon intenzíven megtörténik. És most így tapasztalom magamon, hogy
egy-egy mondat, vagy egy rossz hangsúly, vagy egy rosszul elkapott szempillantástól is stresszes vagyok. És lehet, hogy az X vagy az Y nem nekem szánta, vagy neki is csak éppen stresszes napja van, de sokkal jobban megérint, vagy sokkal jobban magamra veszem. És már elkezdtem rajta gondolkodni tegnap este, hogy lehet, hogy az agyalapi mirigyem játszadozik velem, és hogy van valami bajom, de aztán azon kezdtem el gondolkodni, lehet annyira leterhelt most egyébként így a kollektív stressz, hogy egyszerűen csak érzékenyebb vagyok a körülöttem lévő emberekre is, vagy azokra a szituációkra, amikbe belekerülök. Hát vagy lehet, hogy be kéne jelentkezned hozzám egy stresszoldásra. Lehet. Hát figyelj, azért nálunk is, tehát ott nagyszüleink, dédszüleink abszolút érintettek a háborúba, és nem tudhatod azt, hogy most nálad is mi az, ami éppenséggel bekapcsol onnan, mi az, ami esetleg onnan tényleg, tehát te csak ennyit érzékelsz, hogy most érzékenyebb vagy, meg hogy biztos nem is úgy gondolja, de hogy te már úgy reagálsz. Ez abszolút ez, hogy eleve egy olyan szinten vagy, amikor már a szervezetedben mennek ezek a stressz reakciók, akár tudatosan, akár tudatalatt, de hogy ott vannak. És akkor lehet, hogy észreveszed, hogy kicsit nyírkosabb a kezed, mondjuk, vagy jobban kiszárad a szád, többet kell innod. Ez már abszolút az, hogy ezek már ott futnak a háttérben, sajnos. Tehát, és akkor gondolj arra, hogy amúgy te meg tökre tudatos vagy erre, meg tök sokat dolgoztál már magadon, és még így is érzed ezeket a stressz reakciókat. Igen, ez érdekes abból a szempontból is, hogy nem csak annyit érzel, hogy tudod is stresszesebb vagy tényleg izzad a tenyerem, vagy érzem, hogy feszülök be, és akkor már az egész testem kezd így kicsit megfeszülni, hanem van egy ilyen prekoncepcióm nagyon sok mindenkivel kapcsolatban, akivel lehet, hogy nem kellene. Nyilván most nem fogok itt példákat mondani, de mindenki mozog bizonyos közegekben, olyan közegekben, amikben nap mint nap mozog, akár a magánéletében, akár a munkahelyén, akár a családjában. És nekem nagyon visszatérő dolog ez ugye mindennapjaimban most az elmúlt héten, hogy mi van, ha ezt mondta, de nem azt gondolja, most így nézett rám, de csak azért, mert hogy ne vegyem észre azt, hogy azt érzem, hogy van egy ilyen prekoncepció mindenkivel, hogy mi van, ha igazából nem barát, hanem ellenség. És nem tudom ezt jobban meghozni ennél. Úgyhogy engem biztos, hogy ez most így befolyásol, vagy hatással van rám. Igazából biztos, hogy mindenkire hatással van. A mérték az, ami változik. De én érzem magamon, hogy az én lelkemnek egy része az így foglalkozik ezzel a témával folyamatosan. Nem Aha, hát persze, persze. mert neked mi a módszereid arra, hogy ezt így, nem tudom, kitedd az ajtón, vagy csak tényleg ilyen tárgyilagosan engedd be? Hát jó kérdésem úgy, mert az az igazság, hogy ilyenkor már úgy nehéz ezzel mit kezdeni, amikor már benne vagyunk a szituban. Ugye itt is úgymond a megelőzés az, ami fontos. Ugye a spiritualitásban azt mondjuk, hogy a spirituális szent háromság az a szeretet, a megbocsátás és a hála. Ezeknek a gyakorlásával tudod úgymond a rezgés szintedet emelni, és tartósan, magasan tartani. És akkor általában úgy szokott lenni, hogy ebből mindenkinek van, ami nehezebben megy, és az viszi úgymond a többit el, tehát hiába tudsz szeretni, hiába vagy hálás, hogyha nem megy a megbocsátás, akkor az ugye lehúzza a többit is. Viszont, hogyha ezt egyensúlyba tudod tenni, akkor onnan utána nagyon nehezen tud bármi is kibillenteni. És igazából én azt tudnám tanácsolni, vagy azt gondolom, hogyha ezeket gyakoroljuk, meg tudatosítjuk magunkba azt, amit te is így mondtál, hogy igazából most tudom, hogy nem feltétlen azok a stresszeim vannak, amelyek ténylegesen a valóságra reagálnak, hanem lehet, hogy más jellegű tudattalan mechanizmusok kapcsolnak be. Ennek a tudatosítása is például nagyon-nagyon sokat segít.
Akkor a másik az az, hogy én úgy gondolom, hogy azért ez, amit te is mondtál így a médiával kapcsolatban, hogy azért ne dugjuk a homokba a fejünket, de azért nézzük meg, hogy honnan tájékozódunk, meg több felől tájékozódjunk. Ez is nagyon fontos, de ezt se szabad túlzásba vinni. Tehát amikor tényleg valaki reggeltől estig ez bújja, hogy most miről mit írnak, na az is nagyon káros, az is egy fölösleges hergelés a saját magunknak, tehát az sem jó. Akkor például ez is, amit most csinálunk, hogy beszélünk róla, nem tabusítjuk, de nem hergeljük egymást, meg nem paráztatjuk egymást, ez is egy nagyon jó dolog. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy most ez őt nagyon, nagyon rosszul érinti, akkor beszéljen róla valakivel, és nem az, hogy most akkor mi történik, meg most akkor mi lesz, meg hogy lesz, hanem csak magáról az érzésekről, hogy mit érzek most, ez pont, amit te is csináltál az előbb, pontosan így, ahogy így kell csinálni, és hogy nem kell belemenni abba, hogy most mi lesz, meg hogy lesz. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a katonáinktól tanulhattunk erről, hogy ugye legyünk felkészültek, de ugyanakkor maradjunk meg annyiban, hogy a jelenre reagálunk. Tehát, hogy fel lehet készülni dolgokra, de alapvetően ezt túlzásba vinni, túlaggódni, túlstresszelni felesleges, mert nem tudunk minden eshetőségre felkészülni. Tehát lásd, a Covid-nál is mindenki felvásárolta az összes WC papírt, meg lisztet, meg cukrot, meg élesztőt. Érdekes, én nem vásároltam fel, mégis tudtam mit használni, tehát nem maradtam le a WC papírról valamilyen csoda folytán mégsem. Tehát, hogy látod, hogy ez is egy olyan dolog volt, hogy sokan sokkal nagyobb parára készültek, és aztán végül is, hát mégiscsak itt vagyunk, tehát az oké, hogy nagyon sok embert elvesztettünk emiatt, de alapvetően meg ez szerintem túlzás volt, amit az elején ment ez a betározás, meg ez a világvége hangulat. És ha belegondolunk, akkor tanulhatunk is ebből. Tehát azt mondhatjuk, hogy jó, oké, hát ha túléltük a Covid-ot, akkor ezt is túl fogjuk élni, és mondhatjuk azt, hogy oké, akkor visszanézek arra, hogy mondjuk mi az, amit jól csináltam, mi az, ami épített engem annak idején, az most is jó lesz. És akkor így ennek mentén, meg egyébként ez szerintem ez fontos tudatosítani, így az önbizalmunkat is tudjuk vele építeni, hogyha akkor meg tudtunk oldani dolgokat. Ha meg tudtuk oldani, hogy x napig nem tettük ki a lábunkat, meg este nem mentünk sehová, akkor most is meg fogjuk tudni oldani, hogyha valami mégiscsak lesz. Tehát, hogy nem érdemes ezekbe a jövő progressziókba belemenni, hanem minimálisan készüljünk azért, tehát mit tudom én, mondjuk nem most vegyük meg a 828. új ruhánkat például, hanem most akkor inkább mondjuk azt, hogy hát megnézzük, hogy mi lesz itt az áremelkedéssel, és akkor nem most vásároljunk hülyeségeket. Vagy ilyen alap dolgok, de ugyanakkor meg most az sem oké szerintem, hogy mindenki rohangál ilyen iszonyatosan nagy pénzösszegeket kivenni a bankból. Nyilván ennek is megvan az oka, hogy miért, meg oké, de hogy alapvetően ezt ilyen pánikszerűen csinálni, mondjuk egy olyan pénzintézetnél, aminek mondjuk valószínűleg köze nem lesz ehhez a konfliktushoz, akkor nyilván ott azt mondom, hogy az már a túlzás része. Érted? Tehát, hogy ne essünk túlzásokba, ez szerintem mindenképpen fontos, és hogy próbáljunk meg így higgadtan, mértékletesen tényleg a jelenre reagálni, és a fejünkben ne játsszuk le azt, hogy mi lesz egy hét múlva, két hét múlva, mert felesleges, nem lesz jobb tőle. Hát egyrészt, másrészt meg nem tudhatjuk, hogy mi lesz, bármit lejátszunk a fejünkben, tehát hogy az csak a fejünkben játszódik le az eseteknek a nagy részében, szóval felesleges is ilyeneket. Ugye mit mondunk, hogy amit a fejünkben lejátszunk, azt az agyunk úgy érzékeli, a testünk úgy érzékeli, mint hogyha a valóságban is megtörténne.
Amikor ugye kineziológiával dolgozunk, akkor ezzel például nagyon szépen tudunk dolgozni, mert hogy a vizualizációs technikáknál egy pozitív képet tudunk rögzíteni, és ugye a tested átérzi, hogy milyen az, amikor ez a pozitív esemény bekövetkezik. Miközben csak fejben elképzelted. Na igen, nem, de ugyanez van a negatívval is, tehát hogyha most fejben elképzeljük a világ végét, akkor a testünk az átéli azt. Ez, hogyha egyszer átfut a fejünkön, akkor jó van, oké, és kicsit megizzadt a tenyerünk benne. De hogyha reggeltől estig ezen kattogunk, meg ezzel kelünk, ezzel fekszünk, akkor az a baj, hogy az ott egy idő után kapcsolódni fog valamilyen biológiai programhoz, valamilyen biológiai reakcióhoz, és akkor megint ott fogunk kikötni, hogy majd mondjuk betegek leszünk. Tehát, hogy igazából nagyon káros tud ez lenni, akár így fizikai, meg egészségi szinten is. Ugye azért a COVID-nál is ott volt ez vastagon, hogy ugye a tüdő az alapvetően a halálfélelemnek a szerve, a halálfélelem kapcsolódik hozzá, és akkor azt mondjuk, hogy hát itt a COVID, és akkor mi van, mindenki elkezd félni, hogy meghal, vagy meghal valaki, aki szeret, miközben egyébként pont ez az érzés generálja magát, a betegségnek a súlyosságát, meg a tüdőre való nagyfokú ráterjedését. Én nem is tudtam, hogy ez ennyire szorosan csatlakozik egymáshoz, a tüdő probléma, meg azt, hogy a COVID az tüdő problémákat idézett elő, vagy idéz elő. Ez nekem most egy új információ volt, de így aztán még inkább, úgy inkább igaz az, hogy minden lelki folyamat valamilyen formában a testre is hatással van, akár pozitív, akár negatív formában, bár szerintem a legtöbben azért arra vagyunk hajlamosak, hogy a negatívat azt hamarabb észrevesszük, mint a pozitív hatást. Hát persze, hát nagyon nem mindegy, hogy hol van a fókuszod. Ugye pontosan ez, hogy ezért persze nehéz a helyzet, de látod, ebben is észre lehet venni amúgy a pozitívumokat, észre lehet venni azt, hogy mennyire jó, hogy egyébként ennyire sok jó ember van, aki most tud segíteni. Egyébként visszakanyarodva ide ugye a COVID és a halálfélelem és a tüdő kapcsolatához, de egy nagyon egyszerű reakcióval lehet ezt a legjobban elmagyarázni, hogy ez miért is kapcsolódik egymáshoz. Mit csinálsz, hogyha halálra rémülsz, ha megijedsz? Hát akkor nem kapsz levegőt? Ezt csinálom. Tehát, hogyha azt nézed, akkor nem is annyira logikátlan, hogy ugye a légzéshez kapcsolódik, de egyébként a rákos elváltozásoknál is ugyanez van, csak ott más, mert attól függ, hogy milyen a daganatnak a típusa, abból tudjuk meg azt, hogy valaki a saját halálfélelmét éli át, vagy a szeretteinek a halálfélelmét. Azt hiszem, hogy a COVID-nál ezt nem tudjuk pontosan megállapítani, de ugye ez is olyan, hogy én nem félek, én nem aggódok magamért, én nem félek a haláltól, de mondjuk attól meg kiver a víz, hogy mondjuk valakit elveszítek, akit szeretek, és akkor ugyanott vagyok. Tehát, hogy ez nagyon nehéz téma, és ugye ez a legrosszabb, hogy látod, hogy egyik generálja úgymond a másikat, mert félsz tőle, de közben meg pont, hogy a félelem gyengíti le a szervezetedet, és minél jobban félsz, hogy minél jobban rottyom vagy így lelkileg, annál betegebb leszel utána. Igen, nekem van egy barátnőm, akinek van egy kamasz fia, és ő mondta nekem azt, hogy ő saját maga miatt már így nem aggódik, hogy bármi történik most vele miatt, de az, hogy a gyerekkel mi lesz, az viszont borzasztóan megviseli. Tehát akkor gyakorlatilag az aggódás maga az jelen van, és az tud munkálkodni. Bár most, hogy mondod, hogy nem biztos, hogy ugyanazok a tünetek fognak megjelenni abban az esetben, hogyha valaki magáért aggódik, vagy ha mondjuk a gyerekéért, vagy a szüleiért aggódik. Ez egy érdekes dolog, viszont tudod, azért én sem élek egy megyében sem a szüleimmel, hanem mi viszonylag azért távol vagyunk egymástól, és ez is egy ilyen érdekes érzés egyébként most bennem, hogyha történne bármi, vagy el kellene nekünk is indulni valahova, akkor ahhoz is több száz kilométert kellene utaznom, hogy csak elköszönjek tőlük, tudod, mert nincsenek egy ilyen karnyújtás. Szerintem így a családi
szerepek, vagy az egymásnak az értékelése is valahogy így átalakul ezekben az időkben. Nem tudom, hogy neked erről milyen vagy milyen véleményed, de szerintem az, hogy mégiscsak egy család vagyunk, vagy egyfelől jövünk, vagy nem tudom, ugyanoda tartozunk, az most így kiéleződik egy kicsit. Legalábbis tapasztalom. Persze, persze, abszolút. Hát igazából így nagyon érdekes ez, mert ugye most megint csak ezt a Covidot tudom párhuzamnak fölhozni, hogy ugye párom az január elején lett Covidos, és hát én azóta sem voltam, meg akkor sem voltam az, de hogy tök érdekes, mert hogy nekem addigra már egy ilyen tök jó protokollom összeállt, hogy milyen alternatív lehetőségeket lehet ilyenkor alkalmazni, és például nekem ez tök sokat segített abban, hogy ne ijedjek meg attól, hogy ő vele mi lesz, hogy esetleg beteg lesz, kórházba kerül, stb. És egyébként ezt így nyilván így nyomtuk is nála, amennyire csak lehetett, meg ami épp készletem volt, és aztán úgy nagyon könnyen át is vészelt, tehát én meg ugye itthon voltam vele végig 10 napot, és semmi nem történt, tehát folyamatosan teszteltem magam, de nem mutatta meg a testem, meg hát semmit, tehát nem is volt tünetem, és ez tök érdekes, mert ez abszolút igazolja, amit mondok, hogy igazából ez a fajta belső béke, az kifelé is kisugárzik, és attól függetlenül, hogy most nyilván egy helyen vagy valakivel, vagy éppen távol van tőled, én úgy gondolom, hogy ezért ezek a lelki kapcsolódások is nagyon sokat segítenek. Tehát, hogyha te lélekben tudsz kapcsolódni a szüleidhez, a családodhoz, és akkor itt jön az is, hogyha rendben van a kapcsolatotok, tehát hogyha éppen nincs feszkó, mert nyilván, hogyha valaki mondjuk éppen egy olyan beszélgetés az utolsó inputja, hogy pont valamin összekülönböznek, na hát ez nagyon gáz, mert akkor az van benned, hogy úristen, mennyire rossz ez így, hogy rosszul váltatok el, és hogy mennyire nem fontos igazából, hogy most mind ment a vita, miközben meg itt ugye az ember életekről van szó. Tehát, hogy talán ez is egy jó megoldás lehet, hogy próbáljuk minél inkább rendezni a kapcsolatainkat, nem? Igen, 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 abszolút. Meg az, hogy sok minden átértékelődik. Tehát az, hogy van hova hazajönni, meg van kihez hazajönni, ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Meg hogy tudod azt, hogy amikor itthon vagy, akkor itt tényleg itt béke van, meg nyugi van. Még akkor is, ha mindenkinek volt egy stresszesebb napja, vagy nem éppen volt minden annyira nyugis, meg nem biztos, hogy úgy történnek a dolgok mindig, ahogy szeretnénk. De már csak az egy ilyen nyugalmat, meg békét tud adni, hogy mi azért ketten együtt biztos, hogy itt vagyunk egymásnak. Tudunk kire számítani akkor is, amikor egyébként az ajtókon kívül valahol lőnek a szomszédban. Tehát szerintem ez fel tud értékelődni, és nem csak én érzem ezt, hanem akikkel beszélgetek erről, meg akik kapcsolódnak hozzám így a hétköznapokban minden nap, akár a munkahelyemen, vagy a közeli társaságban. Nagyon sokan mondják ugyanezt, hogy valahogy most olyan kisebbek a nagy problémák is. Tudod, most gondolok arra, hogy ki hány darab teljes dobozt nem tapos össze a kukába, meg ilyenek, lehet, hogy ezek most aztán végképp nem számítanak annyira durván, mint egyébként. Hát nem tudom, én mondjuk azt meséltem is neked, hogy én már nem tudom, mióta nem fürödtem egy normálisat. Itt a kazán problémák az 4 hét után sem oldódott meg, úgyhogy már annak is tudok örülni, ha éppensége van fűtés még, tehát hogy meleg van, és legalább nem hidegbe mostok hideg vízzel. Tehát, hogy abszolút persze föl tudnak értékelődni az ilyen apró dolgok is, de az is biztos, hogy bontok egy pezsgőt, hogyha még egyszer ebbe az életembe meleg vízzel le tudok tusolni, meg hajat tudok mosni, mert tényleg, de látod, hogy ezek is úgy eltörpülnek igazából, meg ezen se tudok úgy kibukni, úgy igazán, mert ez van, meg ennél sokkal rosszabb dolgok is történnek velünk az életbe, de azért úgy jól lesne már. De azért nagyon durva, hogy itt hetek teltek el tényleg a kazának az elromlása óta, tehát hogy így
Hihetetlen, hogy... Ugye én most azt mondom, hogy szakmát kéne váltanom, szerelőnek kéne mennem, mert óriási kereslet van szerintem most a jó szakemberekre. Igen. Van egy újságíró kolléganőm, aki most kitalálta, hogy megtanul burkolni, megtanul festeni, festőmázoló tanfolyamot fog csinálni a jövő héttől, mert egyszerűen nem talál. Nem talál olyan szakembert, aki tudna segíteni, úgyhogy ezt így megtanulni. Nem, az imabát bármikor belekezdhetsz te is egy ilyenbe, hogy így legalább működjenek normálisan. Mert úgy kezdtem el gondolkodni az előbb, hogy nem tudom pontosan, hogy mikor indítottuk el az élőt, de szerintem most már így kezdünk közelíteni az egy órához, talán ilyen 40-45 körül lesz meg a 60 perc. Hát igen, hihetetlen, hogy így elrepülnek a percek, meg az órák. Viszont szerintem már most ne kezdjünk bele, vagy nem tudom, hogy te hogy érzed, hogy belekezdjünk ebbe a párkapcsolati témába, amivel egyébként nagyon lelkesen és buzgón készültünk egész héten, hogy mi erről milyen jót fogunk most beszélgetni. Vagy kezdjük el, belekezdesz egy ilyen felvezetővel, és akkor azt viszont még a jövő héten szerintem hozzuk el, mert nem szeretném azt, hogy ez így bennünk maradjon, vagy benned maradjon. Lehet, hogy vannak olyan nézőid, hallgatóid neked is, akik kimondottan erre a mai esti témára szerettek volna csatlakozni. Úgyhogy szerintem ezt így rád bízom, hogy te most ezt így bevezeted, vagy valamilyen más, akár nyugtató, vagy békét hozó tippekkel akarod elengedni a hallgatóinkat. Viszont a jövő hetet azt mindenképpen 7-8-tól még szálljuk arra szerintem, hogy a párkapcsolati témát azt kivesézzük. Jó, van, hát én abszolút benne vagyok, de hát látod, hogy mi is bármennyire próbáltuk magunkat tartani ehhez, hogy na már pedig akkor most nem viszel minket ez a téma. Hát ami aktuális, meg ami éppen fontos, az ez van, azzal foglalkozni kell. Én igazából azt tudnám most mondani tényleg, hogy próbáljunk meg minél inkább figyelni, nem csak kifelé, hanem befelé is. És tök érdekes, hogy amúgy ez is látod, hogy minden kapcsolódik mindennel, mert hogy úgy gondolom, hogy azért a kapcsolatokra is hatással van erőteljesen egy-egy ilyen krízis. Például akár ugye a COVID alatt nagyon sok mindenkinek megmutatkoztak különbségek, de van, akiket meg még jobban összekovácsolt. Látod most te, amit például mondtál, az pont ez az aspektus, ahogy összekovácsol, meg megtanulod jobban értékelni a másikat, tehát abszolút egyébként, ha úgy van, akkor akár innen is folytathatjuk, hogy a párkapcsolatra milyen hatással vannak ezek a krízisek, meg igazából, hogy milyen problémákat, milyen gyengeségeket tud ez megmutatni, akár egy régóta működő párkapcsolatban is. És akkor már is ott vagyunk, hogy akkor inkább picit, hát ilyen kicsit ilyen pesszimistásan a hiányok felől közelítünk, de hát ez van, ez egy ilyen téma, hogy azért tisztában kell lennünk a gyenge pontjaival. Úgyhogy én azt mondanám, hogy akkor a plusz egy, a ráadás bejelentkezésünk, akkor az menjen ennek mentén, hogy akkor milyen hatással van a párkapcsolatokra egy-egy krízis, és hogy mit mutat meg igazából. Na hát ez nagyon izgalmasnak ígérkezik egyébként. Szerintem krízisek nélkül, vagy ilyen globális krízisek nélkül is vannak krízisek a hétköznapokban, tehát hogyha nem lett volna itt orosz-ukrán konfliktus, akkor is beszélhetnénk a párkapcsolati krízisekről, meg azoknak a kiváltó okairól, vagy arról, hogy ezeket hogyan kell megoldani, vagy mik azok a dolgok, amik egyáltalán kiváltják ezeket a konfliktusokat. Meg persze most visszacsatolva nagyon sok ezelőtti mondatunkhoz, ez is nagyon sokszor valószínűleg azon múlik, hogy éppen mi milyen rezgésen, vagy mennyire vagyunk tudatosak, vagy hogyan figyelünk a belső gyermekünkre. Szóval tanulok itt én is a több hetes edukációs tréningünkön. Szerintem addig, amíg eltelik ez az előttünk lévő 7 nap, addig mindenki próbáljon megnyugodni, és
pozitívan tekinteni a jövőbe mindenféleképpen, kapcsolódni azzal, aki a legközelebb áll hozzá, meg legalább otthon megteremteni azt a békét, amire egyébként vágyik. És akkor jövő héten meg elindulunk ezzel a párkapcsolati témával, és hát remélhetőleg mindenki választ fog kapni azokra a kérdéseire, amik most még így benne vannak. Egyébként ezeket nyugodtan mindenki, aki hall, lát és követ bennünket, az akár nekem, akár Noéminek írjátok meg, hogy ha van konkrét kérdés, vagy konkrét probléma, nyilván nevek nélkül, akkor szerintem mindenféleképpen segítő Noémi nekünk arra, hogy megtaláljuk rá a válaszokat. Persze, hát ez is egy olyan téma, hogy nagyon sok felé el lehet menni. Most itt a krízisek felől fogjuk megfogni, de igazából, hogyha bárkinek van esetleg konkrét kérdése, vagy észrevétele, vagy bármi, ami felé menjünk el kicsit bővebben, akkor azt abszolút meg tudjuk tenni, úgyhogy mindenképpen írjatok nyugodtan, hogyha van konkrétum, amiről szívesen hallanátok. Jó, hát akkor szerintem köszönjünk el a nézőinktől, hallgatóinktól, egymástól, és akkor mindenkinek szép estét, jó pihit, és további szép hetet. Így van, és legyen béke. Legyen béke, igen, nekem még a mécsesem is itt robog. Én már nem merem megfogni, mert biztos forró, de nekem is itt van. Kérem, ne próbáld ki, mert annyira nem forró. Szuper. Na, hát szia. Akkor...